Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a 7. osztálynak szóló magyar nyelv és irodalom órán. Gallusz Csilla vagyok, a Péter Révei Samu Mihály általános iskola magyar tanára. A mai órán irodalommal foglalkozunk, mégpedig Németh István az utolsó nomád puliai című művel. Németh Istvánról gondolom, hogy hallottatok már, ugyanis vajdasági magyar író, újságíró. 1930-ban született Kishegyesen. Az általános iskolát szülőhelyén és Topolyán végzi. Szabadkán jár építészeti középiskolába. Kishegyesen hivatalnok, majd 1955-től az Ifjúság, 1965-től pedig a Magyar Szó újságírója. A vajdasági paraszt életet rajzoló elbeszélései Paraszt Királyság című kötetében jelentek meg. El is hoztam nektek egy képet a kötetről, így néz ki. Egy ember ül az udvaron című második kötetében a falu világa mellett a külvárosok sivárságát is bemutatja. A 60-as, 70-es években több gyermekeknek szánt, gyermekekről szóló könyve jelent meg. És sikert arattak ifjúsági regényei is. El is hoztam nektek Németh István Hajnali utazás című könyvét, valamint a Sebestyén címűt, melegen ajánlom figyelmetekbe mindkét könyvet. Biztosan mindannyiótoknak van házi kedvence, kinek a kutya, kinek a macska, vagy más állat a kedvence, és biztosan nagyon szeretitek őket, gondot viseltek róluk. Ugyanis amíg meg nem tapasztaljuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik. A mai órán is egy kedves kis állatról lesz szó, a puliról. Most lapozzátok fel az olvasókönyvet a 41. oldalon, és olvassuk el közösen az olvasmányt. Németh István, az utolsó nomád puliai. Rögtön a beszélgetésünk kezdetén megállapodtunk Fruzsa Károly messze földön híres pásztorral, jobban mondva nyugalmazott juhásszal, hogy ezúttal csak a pulikról esik szó. Ebben állapodtunk meg, de igen nehéz volt tartani is magunkat ehhez, egyrészt, mert a pulit mégse lehet csak úgy külön választani a junyájtól meg a gazdájától, másrészt pedig Károly bácsi olyan ember, akinek minden szavára érdemes odafigyelni. Állandóan izeg mozog, állva magyaráz. Ha már a kutyákról akar írni, rögtön bemutatok magának valamit. S már ugrik is a hátsó udvarba. Eloldja a kutyáját, oda siet egy tégladarabhoz, füttyent dingónak, erre a kutya fölugrik a téglarakásra, onnan a gazdája meghajlított hátára, s már lent is van újra a földön. Olyan villámgyors mozdulatokkal ment az egész, mint egy jól begyakorolt cirkuszi mutatvány. Még föl se ocsúdok rendesen, a kutya már újra láncon. Ezt a kutyát a faluban találtam, odaédesgettem magamhoz, megnéztem a fogát, láttam, hogy éves körül lehet, hát akkor gyere csak velem. Téged még lehet idomítani. Elneveztem Dingónak. Még soha se adtam két kutyának ugyanazt a nevet. Tudni kell nekik nevet adni. A nőstényeknek inkább valami folyóvíz nevét adják. Maros, Tisza. De lehet a nőstény Csipke is. A kan hallgasson Filkó, Bodri vagy Büszke névre. Volt nekem egy Pamacs nevű pulim is. Kiskorában elrágta a borotva pamacsomat. Hát, ha ezt tetted, akkor legyen a neved Pamacs. Mind jobban belemelegedve a beszélgetésbe, ledobja a sapkáját.
Most látni csak, micsoda szép nomád feje van. Nomád? Ez a nomád Arany Jánost, Vörös Martit olvas és idéz, s olyan szakírók nevét emlegeti, akikét szégyenletemre az ő szájából hallottam először. Ne felejts el fölírni, a sárga szemű kutya mind nagyvérű. Ilyen volt a Bodri nevű pulim is. Az egy kutya volt. Örökké ment volna, csattogtatta a fogát, gyilkolt, sárgállott, parázslott a szeme a napon. Én a Bodrival az Écskai pusztán 897 juhból álló nyájat őriztem. Ez volt életemben a legnagyobb junyájam. Mondhatnám most magának azt is, hogy kerek 900 juhból állt, de az igazság az, hogy 897 darabot számlált az anyáj. Egy pulival őriztem, a Bodrival. Amikor az Écskai pusztáról átköltöztem ide, a temerini határba, a kis pusztára, magammal hoztam a Bodrit is. Épp úgy, mint nekem, neki is szűk volt ez a határ, a falu meg különösen szűk volt neki, mindig ki akart szökni a pusztára. A java pásztorságomat itt töltöttem a kis pusztán, több mint 30 esztendőt. Pedig az igazi juhászok oda át vannak Bánátban. A bankák, a kökények. A bankák előtt le a kalappal. A juhászkongresszusokon találkoztam velük, mi egymás közt így neveztük az újvidéki nemzetközi vásárokat. No de a pulik? Bemutatja, hogyan csattogtatta a fogát a Bodri. Mindent eljátszik, úgy magyaráz. Volt nekem egy olyan pulim is, amelyiknek 3 diplomája volt. Ez marhapásztor koromban volt, mert voltam én az is, marhapásztor. 3 fogást tudott az a puli. Egyaránt fogta a marhának az orrát, az első lábát meg a hátsó lábát. Juhászkutyának az ilyen nem felel meg, de a marhák mellé ez a legjobb. A juhászkutya, a puli ne kapaszkodjon a juh füléhez, mert az nem jó. De az se jó, amelyik a birka lábát vagy farkát fogja. Az a jó puli, amelyik a birka véknyát fogja, ezzel a fogással egy 120 kilós kost is leterít. Az a puli se ér sokat, amelyik ráfekszik a gúnyára. Az már nem is puli. Az igazi puli mindig a gúnya mellé telepszik le. És el ne felejtse fölírni, a jó puli mindig a juhász felé tereli a nyájat. Mintha ott hevernének körülötte a régi puliai, és mind figyelné őt. Mert a jó puli fél szeme mindig a gazdáján van, fél meg a nyájon. Fruzsa Károlynak mindig jó pulia volt. A lustát meg se tűrte volna maga mellett. A jó puli sose lakott jól, nem nehezült el, a mennydörgéstől nem bújt rögtön a föld alá, és bírta a legnagyobb nyári hőséget is. Amelyik nem ilyen volt, azt írtani kellett, jelenti ki. Károly bácsi kinyírja a rossz pulikat. Én nem, én neveltem őket. Volt egy Dió nevű nőstény pulim is. Egyszer 2 kukoricatábla közt éjszakáztam a búzatarlón, és hát valahogy elaludtam. Tudja, mire riadt föl a jó juhász? A csöndre. Most is arra riadtam föl. De már hallom is messzebbről, hogy a Dió tereli vissza a nyájat. Hát az is csoda kutya volt. De írjon valamit a csöndes pulikról is. Csöndes pulikat még a régi betyárvilágban tartottak a juhászok. Azok arról voltak nevezetesek, hogy a csöndes szóra cselekedtek, és főleg éjszaka, amikor a szomszéd nyájból ki kellett szakítani egy csapatot. Ez a csöndes puli dolga volt. Egyszer aztán jöttek a pandúrok, és sorba kiirtották a csöndes pulikat. Kiirtották őket, mert eljutott a pandúrok fülébe, hogy ezek a pulik igen alkalmasak a tolvajlásra. Én ezt a régi öregektől tudom, mert nálunk, a mi családunkban mindig egy szó járta, a juh. Ezt beszélte apám, ezt az öregapám, és visszafelé az időben minden ősöm. Mit csinált a juhász az elöregedett pulival? A jó juhász ezt sose várta meg. 5 éves kora után túladott a pulin, mert a pulinak azután már gyöngül a látása is, meg a hallása is.
A sárga szemű Bodri kivétel volt. Azt megtartottam végig. Előfordult, hogy éppen egy kutyám se volt. Nem volt, mert az egész környéken kipusztította a pulikat valami betegség, az olyan keserves volt puli nélkül, hogy még kibeszélni is nehéz. Az utolsó nomádnak nevezi magát. Még mindig a jószága mindene, de már csak 3 birkája, 2 kecskéje, 1 kocája és 3900 dinár nyugdíja van. Fürge mozgását dicsérem. Erre mondja. Nekem még a lábaim olyan jók, hogyha adnának egy falka birkát a magyar határon, zokszó nélkül elhajtanám őket az albán határig. Persze egy okos, hűséges puli segítségével. Német István írása az újságírói, vagyis publicisztikai műfajok közé tartozik. Egy jelenséget, érdekes személyt hitelesen bemutató riport. Most nézzük, hogy mi is a riport. A riport az újságírás egyik műfaja, beszámoló, tudósítás. A riporter hitelesen ábrázolja az eseményeket és a jelenségeket. Nézzük, hogy mi az irodalmi riport. A bemutatás hitelessége mellett a riporter egyéni látásmódját, hangvételét, észrevételeit, képzettársításait, rokon vagy ellenszenvét is tükrözi. A szövegben maga Németh István szólal meg. A beszélgetés tárgya a puli, és riport alanya Fruzsa Károly, nyugalmazott juhász. Hiteles képet ad a pásztorok életéről, és az utolsó nomádnak nevezi magát. Nézzük, hogy mit is jelent a nomád szó. Nem letelepedett nép, törzs, személy, amely állandó lakhely nélküli, főleg állattenyésztéssel, vadászattal foglalkozik, új legelőket, vadászterületet keresve az egyik helyről a másikra vándorol. Most pedig ismerkedjünk meg egy kicsit közelebbről a pulival, ugyanis büszkék lehetünk erre a kutyára, hiszen a 9 magyar kutyafajta közül a legismertebb. A legjobb terelőkutyák között is megállják a helyüket. Több mint 100 éve tenyésztik a pulit szervezetten, ősei pedig a pásztoremberek nélkülözhetetlen segítői voltak. Itt láthatok néhány képet a puliról, előfordul több színben, illetve azt is láthatjátok, hogy milyen ügyesen tereli a nyájat. Nagyon sok könyv és film szól kutyákról, hiszen egy igen kedves állat az ember számára. A könyvek közül figyelmetekbe ajánlanám az Egy kutya bakancslistája címűt, Renit, valamint Egy kutya 4 útja című könyvet. Filmek közül természetesen Hachiko, amit érdemes mindenképpen megnéznetek. A kutya hideg is egy nagyon szép történet, de főként a Vadon hívó szava című filmet emelném ki számotokra. Ez egy új film, én is a napokban láttam, tényleg elbűvölő, és nézzétek meg szabadidőtökben. És végül nézzük a házi feladatot. Figyeld meg az író viszonyulását az általa bemutatott jelenséghez, embertípushoz. Miért mondhatjuk, hogy Németh István írása irodalmi riport? És készíts riportot faludban vagy városodban, egy kihalóban lévő vagy különleges mesterség képviselőjével. Köszönöm, hogy velem tanultatok, legyetek kitartóak és szorgalmasak. Viszontlátásra!